oskolában hétről hétre olyan témákat dolgozunk fel, ami a továbbtanuló diákoknak az előmenetelét kívánja elősegíteni. A héten ismét külső független értékelésekkel fogunk foglalkozni, amiben Bárány Erzsébet lesz a segítségünkre, aki a főiskolának, az ukrán tanszékének tanára. Ma egy érdekes témával fogunk foglalkozni, mégpedig egy kalandregényt fogunk feldolgozni, hogyha jól tudom, úgyhogy legyen szíves bemutatni nekünk ezt. Szeretettel köszöntöm a nézőket. A mai foglalkozásunkon az ukrán emelt szintű érettségi egyik legszebb művéről fogunk beszélni, egy kalandregényről, amelyiknek a címe Tehrolave, első megnevezése Zvirolave, szerzője pedig Iván Bahráni. Iván Bahrániról tudnunk kell, hogy először Németországba emigrált, onnan pedig az Amerikai Egyesült Államokba került. Ő volt az, aki összetartotta azokat az ukrán írókat, akik emigrációban éltek, összefogásra hívta őket, és így alakult meg az ukrán művészeti mozgalom. Ismétlem, Mestecký ukrajinský ruch. Kalandregényről van szó, Prehodnický román. Ifjúsági kalandregény. Első megnevezése, Zvirolave, a legfontosabb, a refrénje, Smilevi zavzdé majd szčastja, a bátraknak mindig szerencséjük van. A témája az ember tragikus sorsának bemutatása a szovjet totalitárius társadalomban. Zobrazhenja tragičnoi doli ljudene v radjanskomu totalitárnomu suspilstvi. Ezért a másik kulcsszava a regénynek totalitarizm, totalitárne suspilstvo. A fő gondolata, a jó győzedelmeskedik a gonosz fölött, az ember minden körülmények között ember maradjon. Peremoha dobra nad zlom, za budjakih obstaven ljudena povinna zalešatisja ljudenoju. A főhős Hrehori Mnoho hrisnej, fiatalember, 25 éves, szőke atléta, légiós, 25 évre ítélték el. Junák, 25 lít, ruszávai, atlet, aviátor, szudzsenej na 25 rokiv. Azért ítélték el, mert szerette szülőföldjét. Szerette az ukrán népet, szerette Ukrajnát. Fontos tudni róla, hogy Demján Mnoho Hrisné, hetman dédunokája, akit szintén elítéltek, és Szibériába üldözték. Právnuk Demjana Mnoho Hrisnoha, gyakétesbú zaszudzsené, i veszlané do Szibíru. A főhős mottója, jobb meghalni futva, mint élni rohadva. Tudnunk kell róla azt, hogy nem vállalja a szibériai 25 év száműzetést, jobbnak látja azt, ha szökik, és ezt meg is teszi, életbe marad, a tajgába menekül, és ott is életbe marad, ezért a fő mottója az az, hogy inkább futva haljon meg, az ember, mint élve, rohadjon meg. Krasce merti bizsucsi, anyis zsete hnejucsi. Próbáljuk ezt megjegyezni. Nagyon nagy szerencséje van a tajgában, mert egy csodálatos ukrán családhoz kerül, megmenti a lányukat, Natálkát. Természetesen a család magához veszi, és gyógyítgatják. Az édesapa Denis Szirko nagy szeretettel fogadja a fiatalembert, és mivel megmenti a lánya életét, azt mondja, az én házam a te házad. Moja háta, tvoja háta, mondja a fiatalembernek. Natálka, a gyönyörű szép
lány, Denis Cirko lánya, gondozza, ápolja a főhősünket, Rehorim Noho Hrisnét. Egy idő múlva szerelmi kötelék alakul ki közöttük. Gyönyörű szép lány, van egy fiú testvére is, Hritz Cirko, szintén 25 éves fiatalember, magas, akár az édesapja, hatalmas férfiú. Высокий, як батько, дебелий, красень. Молодий, років 25. Ezt kell tudni róla. Наталка Сірко, egy csodaszép leány, aki már a Тайгában született és ott nevelkedett, segíti az édesapját a vadászatban, és segíti a testvérét. A női szépség és a komolyság milyen csodás kombinációja. Якесь дивне поєднання надзвичайної дівочої краси і суворості. Egy fenevad, homloka fölött szallaggal, és egy naptól sötétedő lány, fiatal lány. Bystro oka, i stričkoju nad čolom, i juna smahljava від сонця. Ilyen leírása. Leírást kapunk Наталка Сіркоról. Денис Сірко az apa. Erős, nyugodt hangú, apai, szívből jövő, mégis zúg a hangja. De belé, spokíné holosz, taký szerdecsné, ahude, jak izbarella. A feleségével együtt, annak idején Szibériába szerencsét próbálnak. Sikerül nekik, letelepednek, Zelené Klin régióban, ahol sok ukrán család élt. Családot alapítanak, gyerekeik születnek, akik már itt szocializálódnak, megszokják az ord szibériai körülményeket, a települések megnevezéseit, saját városaik, ukrán városaik megnevezés, ukrán városok megnevezéseit adják. Az édesanya, Szircséha, azt mondja, Rehorim Noho Hrisnénak. Це була наша друга Україна, синку. Київка, Полтавка. Tehát második Ukrajnájuk volt, Szibéria. Mondja Rehorim Noho Hrisnénak. A legfontosabb, amire felhívja Szircséha a figyelmét, és így a regény mottójává válik, Smilévi завжди мають щастя. A bátraknak mindig szerencséjük van. Tudnunk kell azt, hogy a regény alapjaként az író életrajzi adatai kerültek. 1932-ben volt az első letartóztatása, számüzetése Távol-Keletre. В основі роману лежать факти з біографії самого автора. Перший арешт відбувся 1932 року, заслання на Далекий Схід, втеча, переслідування в Зеленому Клині, в лісах Сіхоте, Аліня, у Хабаровську і Томську. Фонтош мегєдєзнюнк аст, хоч регінь ешеміняї, mint ahogy az író életének az eseménye is a következő helyszínen zajlottak. Szibir, Далекий Схід, Зелений Клин, Ліси Сіхоте Алінь, Хабаровськ, Томськ. Ezeket a helységneveket érdemes megjegyeznünk, mivel kulcsszóként szerepelhetnek az ukrán emelt szintű érettségi anyagában. Fontos tudnunk azt, hogy Szibériában két szerelvény tart. Az egyik, Echelon Smerti, a
a halál szerelvény. Jaké máje názvu Josepa Stalina ta Felixa Dzerzsinszkoho, a másik szerelvény Tiho-okeánszki Express, amelyik a kalandvágyókat szállítja Szibériába, hogy megismerkedjenek a szibériai táj szépségével. A második szerelvény egyik utasa Major Medvin. Az a személy, aki Hrihari Mnohohrisnit 25 év szibériai számüzetésbe küldte, elítélte. Hrihari Mnohohrisné tudja, hogy bármilyen körülmények között meg fogja találni őt Szibériába, mert hát ez a fő célja, hogy szökésben lévő szemét megtaláljon, és természetesen kivégeztesse. Ezért, amikor Major Medvinnel találkozik, tudja, hogy lépnie kell, és kivégzi őt. Major Medvin a szibériai látogatása során a szeretőjével is találkozik, meg kell jegyeznünk a nevét, Fiona Kohanka Majora Medvina. A regény kulminációja Hrihari találkozása Medvinnel a tajgában. Hrihari kivégzi Medvint, és ítéletet ír számára a hóban. Kulmináció zústrics iz Medvinem utajzi, Hrihari ubivája Medvina, i pisze vérok dla njoho na snihu. Ezután Hrihari Mnohohrisné tudja azt, hogy tovább nem maradhat a Szovjetunióba, úgy dönt, hogy Mandzsúriába szökik. Natálka is vele tart, vállalja a kockázatot, hogy illegálisan lépjék át a határt, meg is teszik ezt, segítségükre van Zalivaj nevű kutya, Szobaka Zalivaj. Miután átlépik illegálisan a határt, Zalivaj hírt visz a szülőknek, hogy sikeresen elvégezték a tervüket, már biztonságban vannak. Legyengülve, éhesen, fáradtan érkezik Zalivaj kutya a családhoz, és hírt hoz a fiatalokról. Ezzel ér véget a regény. Megismételném a kulcsszavakat, kulcskifejezéseket, amelyek ott lehetnek a tesztekben. Totalitárny rezsim. Смілеві завжди мають щастя. Краще вмерти біжучи, аніж жити гниючи. Сибір. Ліси Сіхотин-Алі. Зелений клин. Хабаровськ. Томськ. Köszönöm figyelmüket. Sikeres vizsgázást kívánok. Nagy megmérettetés előtt állnak a fiatalok, ahogy ez már megszokott az utóbbi években, át kell, hogy essenek a zeneo teszteken, a külső független értékelésen. A regisztrációs időszak február 5-től március 25-ig tart. Nagyon fontos, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra a jelentkezést, és még időben szerezzék be a megfelelő iratokat hozzá. Az ukrán nyelv és irodalom tesztírás időpontja május 23-a. Ezekkel az eredményekkel, szertifikátokkal tudnak majd jelentkezni felsőoktatási intézményekbe. Minden felsőoktatási intézmény nyilvánossá teszi a saját követelményeit. Például, ha valaki a II. Rákóczi Ferenc Kárpátai Magyar Főiskola ukrán nyelv és irodalom szakára szeretne jelentkezni, akkor ukrán nyelv és irodalomból kell, hogy teljesítsenek, Ukrajna történelméből és idegen nyelvből.
nagyon nagy előny fiatalok számára, hogyha nem teljesítenek idegen nyelvből, akkor a főiskolán belül magyar nyelvből tehetnek vizsgát. Tehát ez nagy segítség számukra. Az ukrán nyelv három részből áll, tehát az ukrán tesztek három részből tevődnek össze, összesen 58 pontból, feladatból, mégpedig az első rész az nyelvtani kérdésekre épül, a második rész irodalmi, a harmadik pedig fogalmazás. Mindegyiknek megvan határozva a saját pontszámítása. A nyelvtani rész 33 feladatból épül fel, az irodalmi rész 24, és a harmadik rész a fogalmazás, írás egy részből. Itt tevődik össze az 58 feladat. Összesen 104 pontot szerezhetnek, mégpedig úgy, hogy az első három feladat 23 pontot ér, egy pontjával értékelődik. A következő 5 feladat 4 pontjával, és a következő 5 feladat, ami szintén nyelvtani, szövegértésre épül, vagyis el kell, hogy olvassák a szöveget, és 5 kérdésre kell, hogy megfelelő választ jelöljenek be, mindössze 5 pontot ér, vagyis 1 pontjával értékelődik, talán ez lenne az a rész, amit ajánlatos lenne a végére hagyni, hogyha nem marad idejük a diákoknak, akkor csak 5 pontot veszítenek. Az utolsó, a harmadik rész, a fogalmazás írás 20 pontot ér. Tudni kell, hogy az első és a harmadik részből tevődik ki az érettségi bizonyítványba az érettségi jegyük ukrán nyelvből. Tehát fontos, hogy hozzákezdjenek a fogalmazás rész írásához is. Vegyék komolyan a felkészülést, ne hagyatkozzanak a totózásra. A felkészülést különböző online tesztek, internetes oldalak, a szaktanárok segítik, és ez a műsor is ezt a célt szolgálja. Ötödik alkalommal hirdette meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az úgynevezett Kárpátalja szerte megvalósuló magyar és magyar nyelvtanfolyamokat, emellett először hirdettünk ukrán, mint idegen nyelvtanfolyamot Kárpátalja szerte. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek előzmények, hiszen a Főiskola Felnőtt Képzési Központja 2002-2003-as tanévtől kezdve folyamatosan szervez idegen nyelvi tanfolyamokat, angol, német, ukrán, magyar. Ez csak abban más, hogy Kárpátalja szerte különböző településeken valósulnak ezek meg. Tehát ahogy már említettem, a magyar 5. alkalommal, az ukrán pedig első alkalommal. A magyarra 2978 fő nyújtotta be a jelentkezését, ennek közel fele már olyan személy, aki az előző 4 körben így vagy úgy de részt vett korábban, és a többi pedig először szeretné megismerni és elsajátítani a nyelvnek az alapjait. 74 oktató vesz részt az idén a magyar, mint idegen nyelv oktatásában, és 16 az ukrán, mint idegen nyelv oktatásában. A magyar esetében ez 42 helyszínt és 36 települést jelent. A legtöbben idén is az Ungvári járásból jelentkeztek, több mint 1000 fő, és Ungvár városából ebből 1063 fő. De a többiek is természetesen 12 különböző járásból vannak jelen. Na most érkeztek be a főiskolára kérelmek Kárpátalján kívüli területről is, így Ivano-Frankovszkban is indítunk egy csoportot a mai napon, és Kijevben is indítunk egy csoportot. Ivano-Frankovszkból a tegnapi folyamán egy újabb kérvénybe érkezett, tehát valószínűleg ott két csoportot indítunk majd a következő napokban. 566 gyermek jelentkezett be a magyar, mint idegen nyelv tanfolyamra, számukra 28 csoportot alakítottunk ki, ebből 20 olyan, aki még nem tud magyarul, tehát nekik alapszintűt fogunk indítani, és 8-nak pedig haladó szintű képzéseket valósítunk meg. Az ukrán, mint idegen nyelvtanfolyam 9 helyszínen valósul meg, ott többnyire gyerekek vannak, 28 csoport van, abból 5 felnőtt, a többi pedig gyermekcsoport, abból 1 haladó, a többi pedig kezdő. A jelentkezés az egy regisztrációs felületen zajlott november-december között,
mind a két nyelv esetében egyforma jelentkezési felületünk volt, személyes adatokat kellett megadni, természetesen ezek nem nyilvános, ezek nem hozzáférhető adatok, a regisztráció útján zajlott a jelentkezés. Természetesen ez a regisztrációs lehetőség lezajlott, azonban ha a főiskola nevére kérelem érkezik egy-egy szervezettől, akkor a főiskola csoportos, tehát a szervezet számára külön szervez magyar és ukrán nyelvtanfolyamokat is. A1, A2 és B1-es szintnél járunk, hiszen a B2-es az már egy erősebb nyelvismereti szint. A főiskola bázisán ugyanígy a felnőtt képzési központban működik az ECL nemzetközi nyelvvizsgaközpont, és annak a tematikája, szabálya szerint mérjük a szinteket. Az ukrán nyelvtanfolyam esetén a legfiatalabb 5 éves, a legidősebb pedig 65. A magyar nyelvtanfolyam esetén szintén 5 éves a legfiatalabb, és 82 éves a legidősebb hallgató, aki bejelentkezett. Nyilvánvalóan itt a képzés során elsősorban a kommunikációra fektetjük a hangsúlyt, beszédkészség és fogalmazási készséget szeretnénk javítani, vagy fejleszteni, illetve szeretnénk, ha a diákjaink ezt elsajátítanák, mert nekünk az a célunk, hogy az emberek minél inkább megértsék egymást, kommunikálni tudjanak, mert azáltal, hogy beszélünk egy nyelvet, megismerjük a másik nemzetnek, népnek a történelmét, kultúráját, és jobban megértjük egymást, és barátságosabb környezetbe tudunk egymás mellett élni. Az 5 alkalommal, tehát 2016 márciusától a beiratkozottak száma 21.315 fő, és ebből 11.500 fő kapott eddig tanúsítvány. Nyilvánvalóan, akik most jelentkeztek, azok majd október 30-án fogják megkapni ezt a tanúsítványt, ami egyébként egy kétnyelvű, ukrán-magyar, a főiskola iktatási számával pecsétjével ellátott, ezért azonban teljesíteni kell, hiszen dolgozatokat kell írni, szóbeli és írásbeli vizsgát kell tenni a 120 óra végén, és ezután is köszönjük a magyar kormánynak a támogatást. Szia! Szia! Lenne hozzád pár kérdésem az ENO-val kapcsolatban. Tessék, nyugodtan kérdez. Először is, hogyan készültél erre a vizsgára, és hogy milyen nehézségekkel álltál szemben? 2017-ben tudtunk meg, hogy ENO-t kell leszírnunk ukrán nyelvből és irodalomból. Szóval ezt felvételi előtt nem is tudtátok. Nem, eleve úgy készültünk, hogy nem kell ezt ZNO-zni, azután pedig olyan törvényt fogadták el, hogy minden diáknak ZNO-t kell tenni ukrán nyelvből és irodalomból. És izgultál? Annyira nem izgultam, hiszen az anyanyelvem ukrán, és a családban is ukránul beszélek, de megvolt bennem az a félelem, hiszen még sosem nem tettem ilyen vizsgát. És milyen módon készültél? Első évtől kezdve volt olyan tantárgyunk, hogy ukrán nyelv és irodalom. Utána meg, amikor bevezették ezt a törvényt, órarendbe berakták nekünk olyan tartárgyat, hogy felkészülés az ENO-hoz. Így ez sokat segített, hogy tudtunk, milyen kérdések lesznek. És igaz-e, hogy neked azért sikerült leadni, mert te tudsz ukránul? Nem, igazából ez nem így van. Mindenki, aki jól felkészült, erre a vizsgára tudta megtenni. És még volt neked könnyebb a nyelv, vagy az irodalom része? Én a nyelvet jobban szerettem, mint az irodalmat, ezért ez könnyebb volt. És ennek van valamilyen oka? Nincsen, egyszerűbben jobban elsajátítom a nyelvet, az irodalomból pedig több művet kellett tanulni, és ez így egyszerre nagyon sok volt számomra. És hány pontot szereztél? A 200 pontból 158-at szereztem, külön nyelvből 48-at, és csak 10-et az irodalomból. Ez nagyon jó eredmény, és biztatásképpen valamit tudnál nekem mondani? Elsősorban sokat olvas. Hiszen mindent, amit legalább egyszer elolvasod, berögzül a fejedben, és erre mindig emlékezni fogsz. Az idő. Az idő nagyon fontos. Igyekezz úgy beosztani az idődet, hogy a tanulásra legyen idő. És milyen érzés abban a teremben lenni, mikor senki másra nem számíthatsz, csak magadra és a tudásodra? Hát én nagyon izgultam első pillanatokban. Százszor ellenőriztem meg, hogy írnak-e a tollaim, hogy kikapcsoltam-e a telefonomat, illetve hogy nem vittem be olyan eszközt, amit tilos volt bevinni. És igaz-e, hogy ellenőriznek a rendőrök szigorúan, és nem vihetsz be semmit? Hát akkor engem is nagyon érdekelt ez a kérdés. Őszintén mondva nem hittem abba, hogy tényleg ott vannak a rendőrök, és ellenőriznek, de tényleg így volt, és ellenőriztek bennünket. És ezek után mi történik? Ezek után kiosszák a munkalapokat, két tanár ül a terembe, és 3 óra van ráadva a munkára. És egyik tanár sem segít? Nem. És még azt szeretném megkérdezni, hogy vannak olyan tényezők, amik segítettek neked, hogy sikeresen letted az ENO-t?
Kijelölném három olyan tényezőt, amelyek számomra befolyásoltak a sikeres ZNO-t. Az első az a jó felkészültség. Ez azt jelenti, hogy minden nap egy kis időt szántam arra, hogy megtanuljak az anyagot. A második az a tanárok segítsége. Ez nem csak abból a szempontból, hogy megtanították nekünk az ukrán nyelvet, meg az irodalmat, hanem ők sok sikert kívántak, és velünk voltak mindig minden percben. A harmadik pedig a hit. Én mindvégig hittem abban, hogy a jó Isten velem lesz, és hogy segít nekem, imádkoztam is ezért, és hiszem abban is, hogy az idén nektek is sikerülni fog ez a vizsga. És azt kívánom minden diáknak, hogy küzdjön a jövőjért, hiszen mi vagyunk a jövője ennek az államnak és az egész világnak is. Ahogy Madách Imre mondta az Ember tragédia című művében, küzdj és bízva bízzál. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok biztatást, és remélem idén nekünk is sikerülni fog.